És akkor eljutottunk a második bossig, Reaper Roo. Nézzétek a fejét, hát ez komoly lesz. Na vágjunk bele. Itt ugrálgat már Reaper Roo, össze van kötözve, mi van ezzel? Ajajaj. Szóval ott van Reaper Roo, ő ugrálgat, méghozzá így ugrálgat. A középsőre ugrik, a jobb alsóra, meg a bal alsóra, így egymás után. Úgy kell nekünk a TNT-re ráugorni, hogy ott mellette felrobbanjon valamikor. Például most ráugrok erre, és én felugrok oda. Hogyha ő leugrik balszé, és ott felrobban? Jó, akkor egy életet le is vett. Oké, nézhetjük a következőt, hogyan megy ezek után. Megint benne van a középső sort azt végig járja, meg itt alul középen, és akkor így ugrál. Most itt ezt megpróbálom aktiválni, meglátjuk mikor robban ez fel, ott felrobban, vagy most? Jó, ott most az így jó volt. Jön az utolsó fázisa, most kiadja a középsőt, de az első oszlop középső, meg a harmadik oszlop középsőjére, meg ott felül, legfelül, meg legalul, arra így megy keresztül. Na, látjátok, hogy vagy, na! Jó, azt ott aktiváltam, meglátjuk, az ott robban-e, hát az nem időbe robban. Ráugrok itt erre, ez tovább megy, meglátjuk, hogy odáig ugrik-e, és akkor robban. Figyeld, robban, ez az, jó van, ennyi volt, legyőztük, meg is van az achievement, ennyit Reaper Roo-ról. Wow, szegény le! Wow, lecsúszkodtak! És akkor a vízesésen lesz, hú, hova esett, mi van vele? Volt ilyen papunál is, ez jó volt, oké. Okay. Na jó van. Itt mellettem láthatjátok a lejátszás listát, amiben az összes rész megtalálható a végigjátszásból. Mert sajnálom kicsit Reaper Roo-t, ahogy leesett a sok TNT-hez, találkozunk legközelebb.